Iskolakezdés számos módon nyújt segítséget a Paksi önkormányzat. Családi nap, önfeledten szórakozhattak a Mezőföldvíz Kft. Munkatársai. Nagy üzem, a nyári karbantartás után új arculattal jelentkezik a Telepaks. A Telepaks kistérségi televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Számos módon segíti az önkormányzat az iskolakezdést, két támogatási formáról az elmúlt héten már hírt adtunk, Péterné Ikerivet közreműködésével folytatjuk a felsorolást. A kedvezményes diákbérleten, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben jogosultak támogatásán kívül még ötféle lehetőséget vehetnek igénybe az arra rászorulók Pakson. A felzárkóztatási ösztöndíjat az általános és középiskolában tanuló roma diákok kaphatják. Abban az esetben jár ez a támogatási forma, hogyha a tanulmányi eredményük legalább közepes szintű, és igazolatlan mulasztásuk nincsen. Természetesen mind a két fél év esetében, mind a két tanítási fél év esetében nézik a tanulmányi eredményt. Az első fél év esetében az előző év végének a tanulmányi eredménye számít, a második fél év esetében pedig a félévi bizonyítványban szereplő eredmény. Paksi specialitás a rendszeres nevelési segély, melyet elsősorban az étkezési díj fizetéséhez ad az önkormányzat. Akkor jár a családnak, ha a gyermek oktatási nevelési intézménybe jár és nem részesül államilag finanszírozott ingyenes étkezésben. Közvetlenül az intézménynek utalja az önkormányzat a támogatási összeget. Ezt a formát szeptembertől igényelhetik a családok. Nem kifejezetten a beiskolázáshoz kötődik a rendkívüli települési támogatás, azonban a korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy ebben az időszakban, az iskolakezdés időszakában gyakrabban fordulnak a családok ilyen kérelemmel a polgármesteri hivatalba. A humánosztály szociális csoportjánál nyújtható be ez a kérelem is ugyanúgy, mint a korábbiak. És egyéb esetben pedig évente 3 alkalommal nyújtható ez a támogatási forma. A 7. önkormányzati támogatási forma a nyári gyermekétkeztetés augusztus 17-én zárult le. Automatikus védelmi működés miatt 150 megawatttal csökkentették a Paksi Atomerőmű 1-es blokkjának teljesítményét 2018. augusztus 27-én 1 óra 57 perckor. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye szerint az eseménynek a nukleáris biztonságra gyakorolt hatása nincs. Délután újabb üzemi esemény volt a létesítményben, az 1-es blokkot 2018. augusztus 27-én felterhelték, a blokk 12 óra 20 perctől névleges teljesítményen üzemel. Hétvégén falunapot tartottak Cseresznyésben, a rendezvényre falubelieket és cseresznyési kötődésű érdeklődőket vártak a szervezők este 6 órától. Kezdetben szüreti napként indult, az utóbbi 15 évben pedig a falunapon ünnepelnek a cseresznyési lakosok. Idén augusztus 26-án tartották meg a rendezvényt Cseresznyésbe, ahová falubelieket és a településhez kötődő érdeklődőket várták az erdei iskolába. Kapás Zoltán, a falunap szervezője hangsúlyozta, hogy ezek az alkalmak közösségépítő szereppel bírnak, és mindig örülnek az új érdeklődőknek. Korábban már számtalan ötlettel próbálkoztak, hogy hogyan foghatnák össze a falu lakosait. Egész napos rendezvényekkel próbálkoztunk, ami hát kétes eredményt hozott. Egész napra nem nagyon lehet lefoglalni az embereket, akkor se, hogyha 4-5 fellépő van főzőversennyel vegyesen. Így talán szerencsésebb, hogy egy esti hidegebb időpontban összejönnek, és akkor talán valami eredményt érünk így el. A korábbi tapasztalatokból kiindulva idén este 18 órától kezdődött a rendezvény, ahova a résztvevők itallal, illetve harapnivalóval érkeztek. Az este folyamán kötetlen beszélgetés az erdei iskola udvarán zajlott, az udvarban felállított sátorban pedig a zenéi és a táncé volt a főszerep. A szervező elmondta, hogy az eseményre 80-100 főt várnak, köztük törzsgyikeres cseresznyésiek, régi lakosok és újak is voltak. Én itt éltem Cseresznyésbe 18 évet, tehát a teljes gyerekkorom itt volt, és kijárok azért, hát tavaly is a falunapon, meg idén is, amikor tehetem, jövök ki mindig. Klippel János az eseményre régi fotókkal, az erdei iskola osztálynévsorával és tavaly megjelenő verses kötetével érkezett. Kötetében számtalan versben hangsúlyozza cseresznyési kötődését, iskolai élményeit. János elmondta, hogy mindig örömmel tölti el, ha találkozhat régi osztálytársaival és falubeli ismerőseivel ezeken az alkalmakon.
Önfeledten szórakozhattak a kollégái körében a Mezőföld Víz Kft. Munkatársai, a hagyományos családi napon sportvetélkedők, bográcsos ételek főzőversenye és koncert várta a kicsiket és nagyokat. Több mint 300 főt vártunk ide a Mezőföld Víz Kft. Családi sportnapjára. Másokat éve hagyomány, hogy ilyenkor nyár végén a strand szezon vége felé. Itt a Paksi Ürgemezei strandon látjuk vendégül dolgozóinkat és családtagjukat. Kötetlen formában együtt lehetünk, beszélgethetünk, egy kellemes időt tölthetünk együtt itt a nyári időszakban. A program sportversenyekkel kezdődött, szerveztek úszóversenyt, valamint sörpong, futball és strandröplabda bajnokságot is. Az ízlelő bimbókat is megtornáztatták a résztvevők, több mint 6 bográcsban készültek a finomabbnál finomabb fogások. Pacalpörköltet főztünk marocsai módon természetesen, és kakaspörköltet pedig bőcskei módon, mivel bőcskei születési vagyok. Mi ennek a madocsai pacalnak a titka? Hát az igazi rántás. Rántás, habarás, hát mindegy fokhagymás, lisztes, paprikás, borsos rántás. Csináltunk egy lecsós alapot neki, előtte nap összevágtuk már a pacalt, megpucoltuk, összevágtuk, ízesítettük, és a végeredmény ez lett belőle. Minden tiszta, egyszerű, semmi különlegesség nem került bele, csak az igazi paraszt ízek, semmi más. A pacal és kakas pörkölt mellett készült még brassói, és szemet gyönyörködtetően tálalták a kemencében sült csülköt is. A munkavállalók szívesen segítették a szervezési munkálatokat is. A rendszeres látogatók mellett volt olyan is, aki első alkalommal vett részt a családi napon. Nagyon jól érzem magam, nyilván először vagyok itt, igen, mivel januárban jöttem. Már délelőtt ide jöttünk, segítettünk itt kipakolni, előkészíteni a dolgokat. Sporteseményen nem vettem részt, de a segítségbe itt vagyok. Tavaly is voltam ezen a családi napon, és nagyon jó, ugye csapatépítés, mindenféle emberi kapcsolatok összekovácsolása, illetve a többiek megismerése is, mert ugye így, mint mivel az irodában dolgozok, ezért nem kerülök úgy kontaktba mindenkivel, minden főmérnökségről, de így megismerhetem őket. Kicsit összekovácsolja a csapatot, és ilyenkor van az, hogy az összes főmérnökségből mindenki így együtt lehet. Kicsit lazábban nem a munka, hanem egy kicsit a családias légkör és a lazulás a lényeg ilyenkor. A délután során Csapó Sándor, a Mezőföld Víz Kft. Ügyvezető igazgatója köszöntötte a kollégákat, és kihirdették a sport- és főzőverseny eredményeit is. 2012-ben, 13-ban kezdtük ezt a hagyományt, és úgy látom, hogy egyébként egyre többen vagyunk. A mai napon körülbelül 300-an veszünk ezen részt, a munkatársakkal és családtagokkal együtt. A zsűri a Paksi Főmérnökség csapatának pacal pörköltjét értékelte a legjobbnak, második helyezést ért el a központ brassója. Az este során a fergeteges hangulatot az M6 Express zenekar biztosította. A nyári karbantartás után elkezdődött a nagyüzem a Telepaksnál, az arculatváltáson kívül más változásokkal is találkozhatnak a nézők. Megújult hang és látvány, ezzel az új főcímmel indul ma estétől a Telepaks híradója. Az arculatváltást az új szezonkezdésre időzítette a televízió vezetése egyéb változásokkal együtt. Tavaly indítottuk az arculatváltást a Telepaksnál. A közélet, a lelátó, a vallási magazin és a testületi tudósítások után a mai naptól a híradó és a paletta is új főcímet kap. Reméljük elnyeri nézőink tetszését. Változás lesz emellett, hogy új műsorok is indulnak. A Tanulj Mesterséget mellett lesz Életmód magazinunk, és egy új közéleti műsor indítását is tervezzük. Hello. Szia, te kértél el taxit? Igen. Csücs be! Jól ismert a magazinjaink mellett tovább folytatódnak új műsoraink, az E-Taxi, az Én Városom, a Mesterek és a Telepaks archívumából. Ahhoz, hogy a műsorgyártás zavartalanul történjen, a nyáron karbantartási munkák zajlottak a stúdióban. Mivel mi a nap 24 órájában rendelkezésre kell, hogy álljunk, csak a nyári leállás idején van módunk a szükséges javításokat, átalakításokat elvégezni. Ez idén is megtörtént, így mától indulhat a nagyüzem. Fejlesztést még tervezünk idénre, már készülnek a tervek a stúdióterek világosítási rendszerének korszerűsítésére. Valamennyi műsor elérhető interneten a www.telepaks.hu honlapon, Facebookon és YouTube csatornánkon. Hamarosan játszani is fogunk, figyeljék, kedveljék oldalainkat!
Záró koncerttel ért véget az elmúlt héten Pakson rendezett első nemzetközi Részfúvós Napok Fesztivál, amelynek keretében immár harmadik alkalommal Pakson tubatábort is tartottak a hangszer iránt érdeklődő fiataloknak neves tanárok közreműködésével. Szabó Péter Paks polgármesterének védnökségével zajló rendezvény minden napján koncertekre várták a részfúvós zene kedvelőit a fesztiválnak és a tábornak egyaránt helyet adó Pro Artis művészeti iskolában, valamint az evangélikus és a református templomban. Fellépett többek között Geiger György, Kossuth Díjas trombitaművész, a Fritz Jazz Band, valamint a Készenléti Rendőrség zenekarának részfúvós együttese is. Fordulatos mérkőzésen 3-2-re győzött a Paksi FC labdarúgó csapata az OTP Bankligában hazai pályán a Puskás Akadémia FC ellen. A zöldfehérek a szezonban az első sikerüket aratták, és 6 fordulót követően 6 ponttal a tabella 7. helyén állnak. Nyeretlen csapatok csaptak össze az OTP Bank Ligában, a Paksi Futballklub a Puskás Akadémia FC-t fogadta a Fehérvári úti stadionban. A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, a 14. percben Bertus tökéletes középreadására Hány János érkezett a legjobb ütemben, fejese védhetetlennek bizonyult. Ezt követően éledezett a vendég, a 26. percben Bokros távoli kísérlete került el nagy kapuját. A félidő hajrájában két hátvédjét, Kulcsát és Szabót sérülés miatt kellett cserélni egy Cseltői Aurélnak, de a Paks lendülete nem tört meg. Az első játékrész hosszabbításában fejes lövését hárították a kapu torkából a látogatók. A térfélcsere után gyors góllal növelte előnyét a PFC. Bertus alapvonali beadásába két Puskás játékos is beleért, ami így hegedűs lábáról került saját kapujába. 2-0 után talán túlságosan is megnyugodtak a zöldfehérek, az 57. percben Kis Tamás lőtt kapufát, a túloldalon a 69. percben Hán rontott zicsert. A 76. minutumban szépített a látogató, formás támadás után Arabuli vette be nagy kapuját. A 80. percben Lenzsér második sárgalapja után kiállt, emberhátrányban folytatta a Paks. A szabadrúgásból már is egyenlített a vendég, Latifi fejese védhetetlennek bizonyult. A 93. percben azonban mégis megnyerte a meccset a Csertői alakulat. Nagy kirúgása találta meg Hánt, aki mesterén helyezett a kék-sárgák hálójába, megszerezve csapat a harmadik, saját maga második gólját. A végeredmény Paksi FC, Puskás Akadémia FC 3-2. A zöldfehérek tehát a szezonban az első sikerüket aratták, és 6 fordulót követően 6 ponttal a tabella 7. helyén állnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy szerettük volna, első negyed órában nyomás alatt gól, utána egy kicsit elvesztettük a fonalat, mi bizonytalanodtunk el, nem tudom, hogy miért. Tehát sok fordulópontja volt ennek a mérkőzésnek, utána rúgtunk 2-0-nál, talán ennél nagyobb helyzetünk még soha nem volt, ki tudtuk hagyni. Utána kiegyenlített az ellenfél, és 9 emberrel meg tudtuk nyerni utolsó percbe. Senkinek nem kívánok ilyen mérkőzést. Jó indult a mérkőzés, ugyanakkor szerintem jól lendültünk bele. Egy kikimesnek indult, annak ellenére, hogy a Paks ugye meg tudta szerezni a másik találatát, nekünk is volt kapufánk, helyzeteink voltak, és úgy gondolom, hogy az, hogy kiegyenlítettünk, az egy nagyon nagy fegyvertény volt idegenben. A 0-2-ről 2-2 tudtunk hozni. Az már más kérdés, hogy ahelyett, hogy ugye 2-2-nél mondjuk a 92. percben mi zicserlabdát rontunk, hogy beletett volna rúgni a Szakály okán ugye egy kecsegtető helyzetet. Sajnos ugye, ahogy most azt mondom, hogy nem is tudom, az én szerencsétlenségem, vagy nem tudom mi a csapaton, ez most hozta, hogy a 93-ban egy kapukirúgásból elhibázunk egy labdát, és ebből gólt kapunk. A Paksi FC a következő mérkőzésen Diósgyőrben vendégszerepel, az összecsapást szeptember 1-én szombaton 19 óra 30 perckor rendezik. 8 kategóriában 30 csapat versengett az első helyekért az Atom City Streetball Fesztiválon, az eseményt a kosárlabda mellett könnyű zenei fellépők is színesítették. Ez a kutyus minden bizonnyal szimatot fogott és kiszaglázta. Pakson bizony 4 év után rendeznek ismét utcai kosárlabda programot, amelyet Atom City Streetball Jam 2018 névre kereszteltek. Az eseményt Pavlik Ján az Atom erőmű SE kosárlabda csapatának technikai vezetője és Asztalos Norbert az Atom City brand márka tulajdonosa szervezte. A lebonyolításban magas színvonalon a Csengei Dénes Kulturális Központ segédkezett. Hát
30 csapat lesz összesen, több kategóriában indulnak, lesz egy VIP kategória, polgármester úr is itt lesz velünk, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki élvezni fog, minden győztes fog kapni egy kis ajándékot, ugye Atom City márkától, illetve várostól, és VIP kategóriában van egy ilyen 50 ezres nyeremény, ami már megbeszéltünk, hogy utána jótékonysági célra fog menni. A Paksi eseményt 4 pályán rendezték, kicsik, nagyok, fiúk, lányok, férfiak és nők, akár vegyes csapatokban. A játékot 3-3 ellen játsszák játékvezetővel, és az az egyle diadalmoskodik, amelyik előbb eléri a 21 pontot, vagy a 20. perc letelte után vezetésre áll. A streetballon helyi és vidéki együttesek egyaránt összemérték tudásukat. Mivel nekem tegnap volt a születésnapom, ezért semmiféle hupákolás nem volt az éjszaka folyamán, pont abból kifolyólag, hogy ma tudjunk itt teljesíteni. Alacsony szerkezettel készültünk, nem lesz egy túl magas csapatunk, abba bízunk, hogy a külső dobásaink alapján ott tudunk lenni majd az élmezőnybe, illetve a fizikális dolgokban is bízok benne, hogy este, ugye ma a születésnapi partim is lesz, hogy bajnokként tudunk ott ünnepelni, úgyhogy bízunk benne, hogy elsők leszünk. 5 éve kosárlabdázom, és hát az osztályomban nagyon sok lány, akivel jobban voltam, ezért választottam, mert hogy ők is oda mentek. Nem készültünk, inkább Nyíregyházára készültünk, mert szerdán indulunk oda, és az egy felkészülési torna. Erre meg csak jöttünk, hogy azért valamennyit fejlődjünk. A VIP pályán öreg fiúk és aktív kosarasok, futballisták, dzsúdósok, valamint Szabó Péter polgármester vezetésével a polgármesteri hivatal munkatársai mérkőztek egymással. Végül az Atom City U11, az Atom City 1, a Toronto Tractors, a Street Girls, a GKS 1, a KSC Juniorok, a Bátaszék Ese és a Fekete-Sárga Villámok nyerték kategóriájukat, a VIP pályán pedig mindenki győztesnek vallhatta magát. A rendezvényt a Pagony és a Day zenekar, valamint Denis koncertje zárta. A VIP felajánlás a Tolna megyei Balassa János Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályára kerül. Éjszaka változóan felhős idő várható, majd tovább szakadozik, csökken a felhőzet. Az északnyugati, majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9-13 fok között alakul. Kedden napközben többnyire derült napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-27 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!